Az elmúlt héten hatnapos előadókörútat tett Erdélyben Molnár V. József magyar örökségdíjas művelődéstörténész. Székelyudvarhely, Korond, Szováta és Marosvásárhely után Kolozsváron az Apáczai Csere János Líceumban osztotta meg sok évtizedes munkával összegyűjtött tudását hallgatóságával. Előadásának címe Virág, virág, az ősképek és a gyermekrajzok üzenete. Fél száznál több pedagógus, tanító, óvónő, rajztanár és szülő, a gyermeklélek jó ismerői és ápolói, alakítói gyűltek össze február 7-én az Apáczai Liceum fizikumában, ahol Molnár V. József művelődéstörténész néplélekkutató tartott rendhagyó előadást a gyermekrajzok üzenetéről. Rendhagyó volt, mert nem a gyermekrajz szakértők és pszichológusok megszokott elméleteiről, tapasztalatairól, lélekbúvár elemzéseiről szólt, hanem megismertette az érdeklődőket azokkal az ősidők óta újra meg újra ismétlődő gyermekrajz elemekkel, amelyeket a világ minden sarkában fellelhetünk a kisdedek rajzain. Ezek közül a legalapvetőbbek a szálkák, amik a gyermeklélek ősrétegeiben rejtőző férfias apai elem kifejezői, a spirálvonal vagy fészek, ami a nőiség és az anyaság előérzetének a szimbóluma, és a pont, ami a mag, a gyermek és a még ki nem bontakozott szűzi lelkület hordozója. A gyermekrajzok szimbólumrendszerének másik, fejlettebb alapeleme a körbeírt egyenlőszárú kereszt, amelynek jelenléte alapvető rendező elvként is működik a világ minden táján az óvodás korú csemeték rajzlapjain. Ezeknek az alapmotívumoknak az ősiségét manapság már a régészeti kutatások leletei is bizonyítják, primér és meghatározó voltukat pedig az a tény, hogy Japántól Dél-Amerikáig, Ausztráliától Lapföldig minden óvodáskorú gyermek rajzán törvényszerűen előfordulnak. Bő két órás előadásában a 84 éves mester a gyermekrajzok értő olvasására oktatta ámuló hallgatóit, elmagyarázva nekik, hogy a kisgyermek, amikor rajzol, nem a dolgok külső megjelenését rögzíti, képezi le, hanem azt, amit a látvány benne kiváltott. Nem a formát rajzolja le, hanem a tartalmat. Számára a rajz, mint tevékenység, a lélek rendezője, és ebben minden kisgyermek közeli rokona a legihletettebb alkotóművészeknek és magának a teremtőnek. És a téma kapcsán tisztelettel köszöntöm a stúdióban Zsigmond Emesét, a Napsugár főszerkesztőjét. Köszönöm szépen, hogy itt van, elfogadtad a megfívásunkat. Hát azért egy röviden az, hogy ki szervezte, milyen formában, milyen úton, módon jutott ide Molnár V. József Erdélybe, és hát 6 előadást tudott megtartani. Tréfásan a bevezetőben azt mondtam, hogy van ugye a 48-as forradalom szabadságharcban is voltak téli, tavaszi, nyári hadjáratok, és Molnár V. Józsefnek eddig csak nyári hadjárata volt Erdélyben elsősorban. Ebben vett részt a Napsugár tevékenyen, hiszen 20 éve, hogy előadója a Napsugár módszertani napjainak. De most a téli hadjáratának is szervezői voltunk részben, és pedig a kolozsvári előadásának. Hát azt jelenti, hogy Molnár V. József tulajdonképpen már 20 éve itt Erdélyben előadásokat így tart. Van, így van. Hát ez számomra a Novumnak, én ezt éppen ennyire pontosan nem tudtam. Hát örvendek neki. Azért, mert mondtam neked, hogy volt egy időszak, amikor én is egy bizonyos televízióban a sorozatát nézegettem, és álmélkodtam, csodálkodtam, hitetlenkedtem, de erről is fogunk beszélni. Milyen természetű ezen kívül az együttműködés a Napsugár és a művelődés történész között? A Napsugár ugye nem marad meg a lapkiadás keretein belül, hanem kilépett a szerkesztőségből idestova 20 éve. A gyermekeknek táborokat szervez, és a pedagógusoknak, az óvonéniknek, tanítónéniknek pedig módszertani napokat. És kerestük azokat az előadókat, akik a legtöbbet nyújthatnak nekik a módszertani napok keretében a nevelőknek, olyasmit, ami kiegészíti a Napsugár munkáját, folytatja, magyarázza, előkészíti a jövő évi közös munkánkat. És így találtunk rá Molnár V. Józsefre, aki a gyermekrajzokat kutatja többek között, mert ugye úgy szokta meghatározni magát,
magát, hogy művelődéstörténész. Nagyon-nagyon ért a néprajzhoz is, nem csak a magyar, hanem minden nép néprajzát, vagy sok-sok nép néprajzát kutatja, hogy összehasonlíthassa, megállapíthassa a törvényeit, de elsősorban a gyermekrajzokat. Ne arra, hogy felhívom a figyelmet, nézd csak meg, hogy ilyen-ilyen rajzok, ezek, na, ezekről kell majd beszélnünk, hogy tehát ez a kutató, ez a tudós, ilyen, én azt mondanám, hogy krikszkrakszokból, de bocsásson meg nekem mindenki, a krikszkrakszokból valamit leszűr, tanulságot, értelmezi őket, szóval ez óriási dolog, és hát végül is az a kérdésem is az lenne, hogy mi az a sajátos dolog, amit Molnár József tud nyújtani a szülőknek, a nevelőknek, az oktatóknak, azáltal, hogy értelmezi, itt van megint a rajz, mondjuk itt egy kisgyerek van, ahogy rajzol, hát Istenem. Igen, hát semmiképpen nem krikszkrakszok. Jó, persze. visszavonom. Apukaként, de... Igen, és nem csak Molnár V. József, meg magam, mint lapszerkesztő, aki havonta 300-400 gyermekrajzot vesz kézbe, és válogatja hát ki közülük azt a pár tucatot, ami befér a labba, és szív fájdalommal mond le a többiről, de tehát a gyermekrajzok ismerőjeként magam is azt mondom, hogy a gyermek, amit Picasso is mondott, hogy a gyermek művész. Ezt nem csak Picasso mondta, mert a versben is és a rajzban is ugye azt mondják, hozzáértő művészek, igazi nagy emberek fejet hajtanak a gyermek művészete előtt, aki minden ember művésznek születik, csak aztán később elfelejti. Mondják ezt a költészet terén is, és a rajz terén is. Picasso egész öreg korában mondta azt, hogy úgy érzem, hogy kezdek úgy tudni rajzolni, mint egy gyermek. Tehát az csoda, amit a gyermek tesz, ahogy Molnár V. József szokta mondani, a színekkel, a ceruzájával, az ecsetjével, a zsírkrétájával. A legfontosabb, hogy üzen a gyermek. Tehát ezeket a krikszkrakszokat olvasni. Ez egy külön mesterség, és nem maradhatunk azon a nagyon primitív szinten, amit a hozzá nem értő felnőtt mondja, hogy jaj, gyerekem, milyen gyönyörű, szép, rózsaszín, itt van a királylány, itt van a néha felhő, néha nap, de miért rajzolod 30-szor ugyanaz például? Tehát Molnár V. József ennél sokkal tovább lépett, és például azt is kimondta, hogy a gyereknek szüksége van arra, hogy ugyanazt nagyon sokszor lerajzolja. Mindaddig rajzolja ugyanazt a rajzot, ami ki nem rajzolja magából azt, amit ő azzal üzenni és megoldani akar. Úristen, hogyha vele gondolok, akkor oda jutunk, hogy hogyha egy gyerek szomorú, akkor ő azt lerajzolja, és... Egyértelműen. De hogyha boldog, azt is lerajzolja. Sokkal inkább lerajzolja, mint ahogy kimondhatná. Sokkal többet el lehet olvasni, ki lehet olvasni a rajzából, mint a szavaiból. Kell hagyni akkor, hogyha a gyereknek nem teszünk oda csendéletet, vagy nem akarjuk, hogy a valóságot utánozza szolgai módon. Tehát a gyermek azt rajzolja, ami benne van, és és meséljen a rajzáról. A felnőttnek halvány gőze nincs, hogy azok a furcsa foltok, vonalak, létrák, földigérő ruhás tündérek, királykisasszonyok milyen üzenetet közvetítenek. Tehát egyik nagyon fontos üzenete Molnár V. Józsefnek minden felnőtt felé, nem csak a szakmabeli pedagógusok, igen, hanem minden szülő felé is, hogy figyeljünk a gyerek rajzára, mert a gyermek a rajzával üzen. Jó, hát én ilyen filmeket már láttam, de ezek ilyen amerikai, hollywoodi filmek voltak, hogy az üzenet által aztán a detektív megfejtette, hogy mi is volt a gondja annak a kisgyereknek. Ne menjünk ebbe bele. Én elhiszem, hogy így van. A kérdésem tulajdonképpen most arra vonatkozik, hogy ha nem apró gyerekek rajzáról van szó, hanem, mert hogy itt Molnár V. József azért beszél hitről, néphagyományról, nemzethagyományról. Ezek már gondolom, hogy azért nagyobb gyerekeknek a rajzai van. Vagy minden visszavezethető egy ilyen kollektív nemzettudatra, ami úgy a génjeinkben már, nem tudom, benne van? Visszavezethető nem is nemzettudatra, hanem ember-isten viszonyra vezethető vissza. Molnár V. József azt mondja, és meggyőz, higgyék el a kedves nézők, és jöjjenek el legközelebbi előadására, mert valóban meggyőző, hogy ősképek élnek a gyermekben, amiket a teremtő súg neki. Miért van az, hogy a világ minden táján, és ez nem csak Molnár V. József, hanem például Rhoda Kellogg nevű amerikai kutató is megállapította sok ezer gyermekrajz összehasonlítását,
kutatása alapján. És ezek a gyermekrajzok Kínától a Dél-Amerikáig és Skandináviától a jó reménység fokig mindenhonnan összegyűjtött gyermekrajzok csodálatos módon és a felnőtt számára hihetetlen módon ugyanazokat a jeleket ismétlik. A három ős képet, a szálka formát, a fészek formát és a csillag formát, hogy most eláruljam. És ezekből áll végül is minden gyermekrajz, ezek ősképek, vagy a körkereszt. Olyan ősképek, amelyeket a gyermek valahonnan hoz magával. Honnan hozza? A teremtőtől hozza. Szálka forma, fészek forma és csillag forma. Csillag forma. A mag forma. És ezeknek is megvan külön a jelentése, hogyha valaki használ, hogy akkor az, mit akar kifejezni vele. Természetesen. Tehát ez sok-sok-sok több ezer rajz elemzése nyomán. Van, hát ez van. Egy kutató munka. Jó. Szülőként egy kicsit meglepődöm, és hát persze biztos érdekes lenne ezt elsajátítani. Jó lett volna, hogyha elhozod a gyermekednek egy rajzát, és én itt most elemzem, és megmondom benne, hogy milyen viszonyban van veled és az édesanyjával. Tudtad-e azt, hogy a gyermek rajzon a nap vagy te? A nap vagy te a gyermeked rajzán, és jó az, hogyha arca van a napnak, mert akkor édesapával jó viszonyban van. Ha még mosolyog is az a nap, akkor nagyon jó viszonyban van. Most menj hazas, nézd meg. Hazamegyek, és megnézem. És a felhő a gyermek rajzán az édesanyát jelképezi. Igen. Jó az, hogy megjelenik, és hogyha annak is arca van. Na, de hát sok-sokféle üzenete van a gyermek rajzán. Isten bizony, megígérem, hazamegyek és előveszem. Van mit elővenni, hál' Istennek, a négy gyereknek, ott van a gyűjteménye, úgyhogy ezeket akkor meg fogom nézni. Térjünk vissza egy kicsit konkrétan a Napsugár és Molnár V. József kapcsolatára. A szerkesztésben, a Napsugár megjelenítésében visszaköszönnek ezek a gondolatok? Tehát akkor, amikor azt mondod, hogy több száz gyermekrajzot kapsz, nem tudom, havonta, vagy kaptok ti a szerkesztőségben, és szűritek, válogatjátok, fájó szívvel egyeseket félretesztek, másokat bemutattok, előttetek áll az, hogy mit mond például Molnár V. József erről is erről, vagy mit jelenthet az a rajz? Természetesen, de nem a jelentés szerint osztályozzuk, vagy válogatjuk őket. A legfontosabb szempont az, hogy őszinte legyen az a gyermekrajz, és hiteles, méletlenül sem másult, vagy modoros. Itt az imént említetted, hogy a nagyobb gyerek, s a kisebb gyerek. Minél kisebb a gyerek, annál őszintén. Ahogy nő, megpróbál megfelelni bizonyos elvárásoknak, és ez már nem jó. Ezért óriási a felelőssége a felnőttnek, a nevelőnek, hogy ne idomítsa a gyermeket a rajzolásra se, de a versírásra se, meg egyébre sem. A Napsugár munkájában igyekszünk a Molnár Józseftől tanultakat érvényesíteni természetesen, és hiteles, őszinte gyermekrajzokat közölni. Olyan gyorsan beszéltünk, hogy én remélem, hogy a nézők kedvet kaptak arra, hogy foglalkozzanak ezzel a témával is, úgy, ahogy említetted, hogyha még Molnár V. József Erdélyben jár, akkor az előadását megnézzék, meghallgassák. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Emese, és további jó munkát kívánok a Napsugár számára is. Hát ennyi fért most bele, de aztán remélem, hogy ezzel a témával még fogunk foglalkozni. Még egyszer köszönöm szépen, és további sikereket kívánok. Köszönöm. Minden táján az óvodás korú csemeték rajzlapjain. Ezeknek az alapmotívumoknak az ősiségét manapság már a régészeti kutatások leletei is bizonyítják, primér és meghatározó voltukat pedig az a tény, hogy Japántól Dél-Amerikáig, Ausztráliától Lapföldig minden óvodáskorú gyermek rajzán törvényszerűen előfordulnak. Bő két órás előadásában a 84 éves mester a gyermekrajzok értő olvasására oktatta ámuló hallgatóit, elmagyarázva nekik, hogy a kisgyermek, amikor rajzol, nem a dolgok külső megjelenését rögzíti, képezi le, hanem azt, amit a látvány benne kiváltott. Nem a formát rajzolja le, hanem a tartalmat. Számára a rajz, mint tevékenység, a lélek rendezője, és ebben minden kisgyermek közeli rokona a legihletettebb alkotóművészeknek és magának a teremtőnek. És a téma kapcsán tisztelettel köszöntöm a stúdióban Zsigmond Emesét, a Napsugár főszerkesztőjét. Köszönöm szépen, hogy itt van, elfogadtad a megfívásunkat. Hát azért egy röviden az, hogy ki szervezte, milyen formában, milyen úton, módon jutott ide Molnár V. József Erdélybe, és hát 6 előadást tudott megtartani.
A Tréfás Anna bevezetőben azt mondtam, hogy van ugye a 48 sugár és a művelődés történész között. A Napsugár ugye nem marad meg a lapkiadás keretein belül, hanem kilépett a szerkesztőségből idestova 20 éve. A gyermekeknek táborokat szervez, és a pedagógusoknak, az óvonéniknek, tanítónéniknek pedig módszertani napokat. És kerestük azokat az előadókat, akik a legtöbbet nyújthatnak nekik a módszertani napok keretében a nevelőknek. Olyasmit, ami kiegészíti a Napsugár munkáját, folytatja, magyarázza, előkészíti a jövő évi közös munkánkat. És így találtunk rá Molnár V. Józsefre, aki a gyermekrajzokat kutatja többek között, mert ugye úgy szokta meghatározni magát, hogy művelődéstörténész. Nagyon-nagyon ért a néprajzhoz is, nem csak a magyar, hanem minden nép néprajzát, vagy sok-sok nép néprajzát kutatja, hogy összehasonlíthassa, megállapíthassa a törvényeit, de elsősorban a gyermekrajzokat. Ne arra, hogy felhívom a figyelmet, nézd csak meg, hogy ilyen-ilyen rajzok, ezek, na, ezekről kell majd beszélnünk, hogy tehát ez a kutató, ez a tudós, ilyen, én azt mondanám, hogy krikszkrakszokból, de bocsásson meg nekem mindenki, a krikszkrakszokból valamit leszűr, tanulságot, értelmezi őket, szóval ez óriási dolog, és hát végül is az a kérdésem is az lenne, hogy mi az a sajátos dolog, amit Molnár József tud nyújtani a szülőknek, a nevelőknek, az oktatóknak, azáltal, hogy Ezeknek az alapmotívumoknak az ősiségét manapság már a régészeti kutatások leletei is bizonyítják, primér és meghatározó voltukat pedig az a tény, hogy Japántól Dél-Amerikáig, Ausztráliától Lapföldig minden óvodáskorú gyermek rajzán törvényszerűen előfordulnak. Bő két órás előadásában a 84 éves mester a gyermekrajzok értő olvasására oktatta ámuló hallgatóit, elmagyarázva nekik, hogy a kisgyermek, amikor rajzol, nem a dolgok külső megjelenését rögzíti, képezi le, hanem azt, amit a látvány benne kiváltott. Nem a formát rajzolja le, hanem a tartalmat. Számára a rajz, mint tevékenység, a lélek rendezője, és ebben minden kisgyermek közeli rokona a legihletettebb alkotóművészeknek és magának a teremtőnek. És a téma kapcsán tisztelettel köszöntöm a stúdióban Zsigmond Emesét, a Napsugár főszerkesztőjét. Köszönöm szépen, hogy itt van, elfogadtad a megfívásunkat. Hát azért egy röviden az, hogy kiszervezte, milyen formában, milyen úton, módon jutott ide Molnár V. József Erdélybe, és hát 6 előadást tudott megtartani. A Tréfás Anna bevezetőben azt mondtam, hogy van ugye a 48-as forradalom szabadságharcban is voltak téli, tavaszi, nyári hadjáratok. Zitti képezi le, hanem azt, amit a látvány benne kiváltott. Nem a formát rajzolja le, hanem a tartalmat. Számára a rajz, mint tevékenység, a lélek rendezője, és ebben minden kisgyermek közeli rokona a legihletettebb alkotóművészeknek és magának a teremtőnek. És a téma kapcsán tisztelettel köszöntöm a stúdióban Zsigmond Emesét, a Napsugár főszerkesztőjét. Köszönöm szépen, hogy itt van, elfogadtad a megfívásunkat. Hát azért egy röviden az, hogy kiszervezte, milyen formában, milyen úton, módon jutott ide Molnár V. József Erdélybe, és hát 6 előadást tudott megtartani. A Tréfás Anna bevezetőben azt mondtam, hogy van ugye a 48-as forradalom szabadságharcban is voltak téli, tavaszi, nyári hadjáratok. És Molnár V. Józsefnek eddig csak nyári hadjárata volt Erdélyben elsősorban. Ebben vett részt a Napsugár tevékenyen, hiszen 20 éve, hogy előadója a Napsugár módszertani napjainak. De most a téli hadjáratának is szervezői voltunk részben, és pedig a kolozsvári előadásának. Hát azt jelenti, hogy Molnár V. József tulajdonképpen már 20 éve itt Erdélyben előadásokat így tart. Van, így van. Hát ez számomra a Novumnak, én ezt éppen ennyire pontosan nem tudtam. Hát örvendek neki. Azért, mert mondtam neked, hogy volt egy időszak, amikor én is egy bizonyos televízióban a sorozatát nézegettem, és álmélkodtam, csodálkodtam, hitetlenkedtem, de